Gyönyörűen felújított lakásba költözhetett egy rászoruló, háromtagú újpesti család, az újpesti önkormányzat, a Habitat for Humanity és az egyik legnagyobb magyarországi nemzetközi kereskedelmi vállalat segítségével. A család a Habitat for Humanity Magyarország második esélyprogramjának keretében költözhetett új otthonba Újpesten. Adrián és két kisgyermeke a család főszenvedélybetegsége miatt veszítette el otthonát. Egy ideig albérletben húzták meg magukat, majd rokonoknál laktak, de onnan is menniük kellett. A házaspár végül elvált, az anyuka gyermekeivel az SOS családok átmeneti otthonába került. Édesanyámék vidékre költöztek, és ezáltal elvesztettük a lakhatásunkat. És ő az SOS krízis alapítványhoz ezért mentünk, hogy lehessen ugye hol laknunk ugye a gyerekeknek, hogy ne veszítsem el őket. És hogy tetszik az új lakás? Nagyon szép, nagyon szép. Még berendezzük, és akkor minden rendben lesz. A példaértékű vállalati, önkormányzati és civil összefogás eredményeként egy önkormányzati bérlakást újítottak fel, ami megfizethető és hosszú távú megoldást jelent a család számára. Sikerült ma boldoggá tenni egy családot, hogy állt ez össze? Ez egy hosszas munka eredménye, és igazából egy példamértékű együttműködés, példaértékű együttműködésnek az eredménye, amiben benne volt az újpesti önkormányzat, aki tulajdonképpen biztosította azt a lakást, amit a Habitat felújított. Ebben benne volt a Penny Market, aki ennek a felújításnak az anyagi hátterét biztosította, és benne volt az SOS krízis alapítvány, ami pedig a családok átmeneti otthonát üzemelteti, ahonnan a családunk be tudott költözni ebbe a lakásba. Sok önkéntes is részt vett ebben a munkában. Igen, mind a szponzorunk önkéntesei, mind Amerikából és Magyarországról érkezett önkénteseink dolgoztak, és egyébként az irodák dolgozói kezdték ezt a munkát az év elején, áprilisban. Újpesten lesz folytatása? Van is folytatása, még van három olyan lakásunk, amiben hajléktalanokat költöztetünk be, felújított szociális bérlakásba, és a terveink szerint ezt a több mint három éves együttműködést szeretnénk folytatni. Újpest önkormányzata a lakás átadása mellett olyan bérleti konstrukciót biztosít a használóknak, mellyel a tisztességes munka mellett biztos körülmények között élhetnek. Nagyon szép pillanat volt itt az új lakás átadás egy rászoruló családnak, de úgy tudom, hogy az önkormányzatnál ez nem egyedi példa. Igen, ez a 12. ilyen bérlakás, amit a Habitat for Humanity alapítvánnyal közösen bocsájtott a bérlők rendelkezésre az önkormányzat. Ez egy nagyszerű felemelő pillanat volt, hiszen egy hölgy két gyerekkel költözött be, egy reménytelen helyzetből kaptak egy új esélyt az élethez. Ráadásul itt a Penny Market jóvoltából ugye egy magánszereplő is a támogatásokra sietett. Valóban egy korszerű lakást biztosította ez az együttműködés a családnak. Ez egy példás együttműködés a civil szféra, a közszféra és a vállalkozói szféra között. Újpest önkormányzata jelen jár ebben a kérdésben is. Kevés önkormányzat vesz részt ebben a projektben, és Újpesten van a legtöbb lakás, ez a 12., ami részt vesz ebben az együttműködésben. Ez esélyt kínál azok számára, akik elvesztették korábban az otthonukat, hogy visszatérjenek az életbe, egyfajta reintegrációnak a lehetősége kínálkozik, és hogyha van lakás, akkor reményeink szerint munkalehetőség is kerül, és akkor megint az illető, aki részt vesz a programban, teljes életet tud élni. És hát Újpest önkormányzata ebben az irányban is elkötelezett. Egy példás összefogás van az önkormányzaton belül is, ez is nagyon fontos, hogy ennek a programnak az alapjait megteremtette az önkormányzat, és hát reméljük, hogy a továbbiakban is folytatódni fog ez a program. Mi a tapasztalatuk, hogy akiknek eddig segítettek, talpon tudtak-e maradni? Változó a tapasztalat, tehát a teljes képhez hozzátartozik az is, hogy nem mindenkinek sikerül, hiszen a programnak a lényege az, hogy van egy bizonyos bérleti díj, amit fizetni kell, tehát vannak jogok és kötelezettségek a bérleti szerződés alapján, hogy a valós életben is működnek ezek a dolgok, van akinek sikerül, van akinek nem. Azon vagyunk, hogy minél több emberek sikerüljön, a bérlők esetében olyan emberek kerülnek a rendszerbe, akik kötődnek Újpesthez, fontos számunkra, hogy leginkább újpestieken segítsünk. Van, akinek sikerül, és van, akinek nem ma. Én azt gondolom, hogy olyan család költözött be, akinek komoly esélye van, hiszen korábban is az volt a tapasztalat, hogy Adrián, aki beköltözött a két gyerekével, próbált megtakarítani, tehát nagyon elkötelezett abban, hogy neki sikerülni fog, és hát itt komoly támogatók is akadtak, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez egy olyan történet lesz, hogy itt új életet tud kezdeni a család, és hát egy sikeres együttműködés alakul ki. A kereskedelmi vállalat 6 millió forintos támogatását jelképező házikót Jens Tilo Krieger, a Penny Market Devízió ügyvezető igazgatója,
A ház kulcsait dr. Zsigmond Barna, a polgármester adta át a kis családnak. Köszönjük szépen mindenkinek, aki segített, meg aki támogat minket, meg támogatott eddig is. És akkor köszönjük szépen, hogy a gyerekeknek szép jövőt teremtettek együtt. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba új, másfél szobás összkomfortos otthonukat. Hogy tetszik nektek az új lakás? Nagyon jól. Melyik része tetszik a legjobban? Ez. És neked melyik tetszik? A kicsi. És milyen a konyha? Fogsz anyának segíteni? Igen. És milyen iskolába járni? Szerettek iskolába járni? Én szeretek. Te még ovis vagy? Igen. És most hogy fogjátok megünnepelni az új lakást? Nagyon jól. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy Körkép Extra című műsorunkban a Habitat for Humanity Magyarország munkatársaival bővebb interjút láthatnak a szervezet működéséről.